Szeretnék gratulálni az ellenzéki házi verseny győztesének, a Demokratikus Koalíciónak. De szeretném azt is világossá tenni, hogy ezt a választást sajnos a Fidesz nyerte meg. Több nagyvárosban, nagyon sok településen már létrejött az az ellenzéki együttműködés, az az ellenzéki összefogás, amely a mostani választási eredmény tükrében is rendkívül reményteljes. Az ellenzéki összefogás le tudja győzni a Fidesz kiskirályait, elkezdődhet a nemzeti együttműködés rendszerének a lebontása. Ez egy olyan felelősség, amelyet a választási eredmény tükrében is a Magyar Szocialista Párt elnöksége vállal. Éppen ezért egyhangulag úgy döntött az elnökség, hogy nem mond le. Ők meg úgy néztek ki, mint akik citromba raktak. Igen. Csodálkozol, hogy úgy néztek ki. Az volt, hogy az osztályfőnök bejött, mindenkinek lekevert két pofont, és azt mondta, menjetek ki sajtótájékoztatót tartani. Igen, kb. Így néztek, és nem tudtak mit mondani. Hát nem is nagyon lehet. És nagyon bölcsen beszél a pártelnök, amikor ugye már arról beszél, hogy nem lehet felbontani az önkormányzati választásokkal kapcsolatos izét, hogy elterelje arról a figyelmet, hogy hát ha most mi rajtunk múlna bármi is, mi itt nem lennénk, csak egy monumentális hadja. Nekem inkább olyan érzésem volt egyébként, de amit a Fideszre szoktak mondani, ez a párhuzamos valóság, mert ha figyelted, még az a mondat is, hogy hogyan fogunk ténykedni a NER lebontásán, tehát mindezt úgy, hogy ott állnak ezek után a síralmas eredmény után, tehát ez tényleg, ez szerintem egy kicsit inkább. Jó, de ha hajlandóak vagytok őszintén ehhez viszonyulni, akkor mondjátok meg, hogy számotokra mennyire életképes képződmény a Magyar Szocialista Párt kötőjel párbeszéd. Mondjátok meg, igaz hitetekre, ahogy ezt apukám annak idején fogalmazta. Ez nem hit kérdése. Gyuri. Igen, amikor baj van, mindig hozzám fordulsz, rendben van. Az iskolában is így van. A következőt látom én. Ők azt akarták megmutatni, és félig meddig sikerült is, hogy össze lehet fogni. Én nagyon összefogáspárti vagyok. Ti tudjátok, és mások is biztos tudják már rólam a hülyeségeimet, hogy csináltuk ezt a civil választási bizottságot, kifejezetten azért Budapesten előválasztás céljából a főpolgármesteri cél érdekében, aztán esetleg ki lehet ezt később terjeszteni, hogy létrejöjjön az a konszenzus, ami nélkül nem lehet a NER-t leváltani. Jó, ez egy laboratóriumi élőlény? Nem, élő. Kint van a színpadon. Egy olyan képződménye, aminek az elnökének az édesanyja se tudja, hogy, vagy a társelnöke, minek az elnöke, társelnöke. Ezt most a párbeszédre teszik. Igen, a Karácsony Gergely. El kell, hogy mondjam a következőt, ők azért több szakadás következtében jöttek létre, a nevük is mutatja a céljukat. A céljuk az, hogy párbeszéd alakuljon ki az ellenoldal között. Igen, de most kéne a Lampinak megszólalni, hogy milyen hihetetlen mérések vannak a párbeszéd. Úgy látom, hogy már mérésekkel már nem jövök elő legközelebb, de egyébként, ha már itt tartunk, tehát szerintem a szocialisták nem a párbeszéd miatt szerepeltek úgy, ahogy szerepeltek. Nem? Vagy ezt... Könyörgöm, abba gondoljatok bele, hogy itt van az ország valamikori legnagyobb pártja, egy kvázi utódpárt, amely mennyi ideje nem képes arra, hogy egy saját embert mutasson meg, és azt mondja, ő lesz. Nem kell unikumot inni, nem kell orrot befogni, nem kell így csinálni, én nem tudom mit csinálni. Azt mondják, ez van, kicsi, büdös, sánta, dadog, de sárga, a mi emberünk, sárga, és nyerni fog. De a milyen ki? Hát volt hát ilyen, csak hónapokig is utána leváltották, nem? Szegény Botka azért nem így volt sánta. Hát nem a hasonlatra mondtam, hogy ilyen, de hogy volt saját. Kicsi sem. Én szerintem az egy kapitális hiba volt. Tehát, hogyha valakit előállít, elő tudtak szedni a saját soraikból, mindegy, hogy tetszik, vagy nem tetszik, vagy szeretem, vagy nem, de hogy az övéik volt, vagy a miért. Miért kell importálni egyfolytában az MSZP-nek embereket? Hát pont ez a baj, hogy nincs olyan saját. Tehát erről beszélünk valójában, nem az jó, de hát közben ott van a Tóth Barnabás. Bertalan. Vagy igazatokra, bocsánat. Figyeljünk oda a tényekre. Elnézést. Tévedtem, és utána elnézést kértem. Én nem tudtam, hogy ez csak egy vicc volt. Én ezt értem, de én ezt nem tartom visznek, mert a tévedek akkor... Tehát ez most, ha rajta fogást találtok, az tök jó, de a tévedés alapján akkor mindent rosszul fogok mondani, hogy kijavíthassatok, és mindjárt akkor szimpatikusabbak lesznek. Emberi dolog. Na jó, ennyit nem mért azért a történet szerintem. Nem, néha túl komolyan veszem, úgyhogy elnézést. Ez így van. Úgyhogy vissza is vonulok.
kiesik a szerep. Na de hogy miért nem ölem? Valamelyik állami televízióban a sok közül, ami éppen kereskedelmi volt, mondták, hogy igazán akkor járna el helyesen az MSZP elnöke, hogyha fogná is bezsebelni ezt a mandátumot, és lelépne és bejelenteni a műsor idejében. Van egy ilyen félelem egyébként, ez másoknak is eszébe jutott. Még egyszer elnézést. De nem. Ez egy ilyen adás most. Nem. Sokszor szoktuk a politikai szereplőket aktoroknak tekinteni, és a színházhoz minősítve igazítani, és róluk így beszélni. Azért ez ennél komolyabb. A politikai tisztesség megköveteli, hogyha egy pártelnök azt mondja, hogy azért megyek föl a listára, hogy azt húzzam, utána nem veszem. De Gyuri, most megint ott vagyunk, és tényleg húzta? Nem veszem át. És húzta? De én nem is azt mondtam, hogy ezt fogja csinálni, én azt mondtam, hogy van egy ilyen félelem az MSZP-n belül, hogy ez megtörténik, hogy konkrétan rácsukja az ajtót erre az egész cirkuszra, és elmegy szépen 5 évre Brüsszelbe. De mondom, nem az, de egyébként mire, mire mi adásba kerülünk, egyébként ugye lemegy a szombati választmány, tehát valószínűleg addigra már a nézők régen tudni fogják, hogy történik. Azt gondolom, hogy az MSZP-nek a káváriája és az egész útja valóban követhető. Nem véletlenül, hogy az úgynevezett 3,2 milliós közvéleménykutatás ilyen eredményt hozott ki. Most egy zárójelet gyorsan hagyni sok. Nem kell azért ebből akkora messze menő következtetést levonni, ami most történt az európai választáson. Mi a síralmas eredményből? Szerintem pedig nem szabad figyelmen kívül hagyni ennek a tendenciáját, nem szabad figyelmen kívül hagyni az egyéb szerepléseket, és a jelenlétét a közéletben, meg a mondani valóját. Mégiscsak a legnagyobb frakció az ellenzék oldaláról, tehát nem lehet azt mondani, hogy most kaptatok egy mandátumot, menjetek haza. Nincs a Jobbik nem nagyobb? Egységet parancsoljon. A Jobbik nem nagyobb? Talán egyje. Hát már onnan is válnak ki a vendégek, tehát eléggé le tudnak csökkenni percek alatt. Igen, de ugye amit a film címe sugal, illetve mond, hogy nem mond le az MSZP elnöksége, arra nagyon egyszerű a válasz egyébként. Azért nem mond le az MSZP elnöksége, mert akkor mindenhol tisztújító izét kéne. Hosszú folyamat. Hát és pontosan, és tehát és az, hogy nem mondott le, ez megint ugye vagy a közszolgálati, vagy az ellenzéki sajtónak a bírálata, köztük tehát a miénk, hogy ez nem gyávaság, hanem pontosan, amit a Gyuri mond, hogy időben nem érnék utol magukat a helyhatósági választásokra, mert hogy egyébként a legkisebb sejtben is ezt a választást akkor meg kéne ejteni. De az visszatérve, hogy most akkor Újhelyi vagy Szanyi, az megint egy olyan dolog lesz, amit az emberek nem fognak érteni, pedig levezették, hogy ezt tényleg a választmány elé kell bocsájtani, mert ugye Lendvai Ildikó ma azt mondta, hogy akkor járna el helyesen a választmány, ha nem mondanának semmit, hanem azt mondanák, hogy ott van a sorrend, az magáért beszél. Mint ahogy mellette pedig ott van azért Jávor Benedek is, aki mellett meg ugye kibontakozik ez a gyakorlatilag. Teljes joggal. Abszolút, mert én is egyébként őt sajnálom a legjobban ebben az egészben. Tehát tényleg, hogy valaki, akiről tényleg számok bizonyítják, hogy a legtöbbet melózott, leginkább tolta, leginkább csinálta, és ugye ő maga is azt írta ki, hogy rossz döntés. Tehát, hogy a jó döntést hozók, azok ugye most. Jó, de hogy az én műsoromban szokták mondani a rádióban, hogy megszívta a hátulütőjét, hát a Jávor az tényleg megszívta az MSZP-t. János, te magad mondtad, hogy a P az nem lett volna képes 5%-ot egyedül elérni. Te magad mondtad, akkor milyen listára menjen föl, és hol tudott volna bekerülni Európába, hogy bent maradni Európába, ha nem kapja meg hozzá a kellő támogatást. Az ő támogatói pártja nem volt képes jelölő listát állítani. Ezért van az együttélés. Hát ez mindenféleképpen szegénységi bizonyítvány, akkor is, hogyha a Jávor ennél többet érdemel. De hogy most milyen megosztottságot fog okozni, függetlenül, hogy ki mellé állnak majd szombaton, az majd csak később. De annyiban igaz az, hogy nem egy jó image azért az, hogy itt tartanak, hogy lenne, tehát hogy nem egy határozott kiállás az, hogy van egy listánk, akkor tartjuk hozzá, már úgy értve, hogy a választók szempontjából. Tehát most megint a választók frankó nem értik, tehát, hogy mi zajlik. Nem értik azt, hogy most akkor mi van, most én szavaztam erre, akkor ez most nem jutott be, akkor most egy nem másik. Nem csak azt, hogy van egy második, van egy első, aki nem megy ki, van egy második, aki nem második, és van egy harmadik, aki azt mondta a választás éjszakáján, hogy akkor most nézzük meg, hogy nem lehetnék enne a második. Osztályozót kell játszani. Igen, pontosan. És az egy helyen lesz. Osztályozót kell játszani, mert valaki kiesik. Én életemben nem láttam olyat, hogy a pókerasztalnál így valaki azt mondja, hogy nem jók, kérek újat. Tehát, hogy ilyen nincs. Lapot lehet kérni. Hát lapot lehet kérni, de nem újakat, hanem ahhoz, amit kaptál. Tehát, hogy azt gondolom, hogy megteheti magának azt a szívességet, nem kívánom akik a szocialista párt, hogy mondjuk most még összeveszik az a 1-2-3 jelölt, és
Én nagyon szeretném, hogy úriemberek módjára viselkedjenek. Kijön egy név, a másik gratulál neki, sok sikert kíván a de munkájához. De fogjuk veszekedni, nem mert fogjuk ezt látni. De Gyuri, az a baj, hogy már évek óta nem ezt látjuk, hogy nyilvánosság előtt mindenek ne hozzalak téged. Nagyon azért, kedves. Majd a Zsófi talán beáll mellém. Azért az mégis milyen volt, amikor az előválasztás első menetében gyakorlatilag az MSZP a saját jelöltje ellen játszott, hogy Horváth Csaba majd adott esetben legyen 14. kerületi polgármester jelölt, és hogy győzhessen a Karácsony, miközben ők állították ki az embereket. Tehát hol van ennek a pártnak az identitása? Hol van ennek a pártnak a tökössége? Az Isten áldjon. Van kulissza és van kulissza mögötti. Jaj, Gyuri! Hát rá vannak, mondjuk úgy, hogy erősen a szocializáció során kialakult, hogy a kavarás, tehát hogy mindig tényleg ez a biztam kavarás. Biztam benned. Borza. Ez örökké visszatérhet tényleg. Ugyan magas labda volt, mert pontosan tudtad, hogy... Előválasztás bízom. Előválasztás. Ahol a világon van előválasztás, az mindig egy párton belül bonyolódik. De itt nem is egy párton belül volt. Gyuri, hát amit... szövetségen belül volt. Nem, nem. A republikánusoknál van, de nem a republikánusoknál, és még valakinél ilyen nincs, mint ami itt van. A P és az MSZP. Ez két külön dolog. De szövetségben működik. Ez egy kényszerházasság tulajdonképpen, kényszerházasságban, és megbukott a kényszerházasság. És ott alakították ezt a belversenyt. A belverseny belül zajlott első fordulóban. Majd most kinyitjuk, indul a második forduló. De lesz előválasztás. Amiről azt se tudjuk, hogy lesz. Lesz előválasztás. Én úgy látom, érdezni. Hogy lesz előválasztás, és már jelentkezőkről is tudunk. Azért olyanok vagyunk, mint egy ilyen vasárnapi... hírek. Nem is a vasárnapi hírek, hanem vasárnapi ebédasztal, ahol a anyukámnak nem tetszik az, hogy ez milyen tökösen viselkedik, a testvéremnek nem tetszik az, hogy ez milyen bénán viselkedik, és semmi sem jó nektek. Ha egy párt kiáll, ha egy párt vitatkozik, semmi. Megint kereskedelmi szempontokat kell szerintem szem előtt tartani, ahogy látom az órát.